ha az neked szabály, hogy ne ölj embert, akkor messze állsz a spirituális célodtól. Minden tradícióban vannak szabályok, előírások. Vajon hogyan kövessük helyesen ezeket a szabályokat? Ugyanis, ha például az a szabály a kreszbe, hogy tilos gyorsan vezetni az autódat, akkor ha mondjuk lakott településen 80-nal mész, az egyértelműen nem okés. Nem csak, hogy balesetet okozol, hanem meg leszel bírságolva. Viszont, ha autópályán 40-nel mész, mint ahogy lakott településen belül javasolt, akkor az megint nem okés, mert balesetveszélyesen közlekedsz. Ugyanaz a sebesség egyik esetben balesetveszélyes, itt a másik helyen pedig elvárt közlekedési sebesség. Nos, hasonlóan a spirituális ösvényen is tudnod kell hely, idő, körülményhez alkalmazni ezeket az előírásokat. Ha az neked szabály, hogy ne ölj embert, akkor messze állsz a spirituális célodtól. A szabály arra való, hogy amíg nem természetünk valami, addig képes legyen az ember mégis valamihez igazodni. Honnan jönnek ezek a szabályok? Ember alkotta? Gondolhatjuk azt, hogy ember alkotta. A védikus bölcsesség szerint maga a legfelsőbb alászáll időről időre, hogy helyreigazítson bennünket, és hogy útmutatásai alapján kiszabadulhassunk ebből az anyagi világ börtönéből. Mi a véleményed erről? Írd meg, és találkozunk. Gaur Haribol!